de az óvodákat azokat egyformán kezeljük, és minden óvodában szeretnénk a maximális lehetőséget, feltételt biztosítani, hogy minél jobb körülmények között tudjanak játszani az odajáró fiatalok, gyerekek. Ezt mondja Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, aminap Varg Andrással, a szekszárdi polgármesteri hivatal városigazgatási és rendészeti osztályának vezetőjével bejárták a megyei jogú város gyermeklánc óvodáját, és egyeztettek az intézmény vezetőjével a megoldandó feladatokról. Így például szóba került az udvar térkövezése, a homokozók virágládák rendbetétele, a csapadékvíz által elmosott föld visszarendezése. És arra is van már elképzelésük, miként tüntetik el a jelenleg a földből kiálló gyerekek számára a balesetveszélyes gyökereket. Tervben van több és modernebb játékok beszerzése is, ahogy a többi óvoda esetében is, tette hozzá a megyei jogú város alpolgármestere. De egyik intézménnyel sem tesznek kivételt, nyomatékosította Gyurkovics János. Mindegyik óvodára odafigyelnek, és lehetőségeikhez mérten hozzájárulnak a felújítás költségeihez. Ez bizonyítja szerinte az is, hogy minden szekszárdi intézményben kialakítottak egy műfüves sportpályát. Amikor a polgármester úr a költségvetést elfogadta, akkor egyértelműen kijelentette, hogy gyakorlatilag ez a költségvetés havonta átdolgozásra szorul. Bízunk benne, hogy a kompenzációs összegek beérkezése után itt is egy ilyen átfogóbb, normális képet tudunk majd kialakítani az óvodákban is. A szekszárdi gyermeklánc óvoda udvarát várhatóan őszre hozzák rendbe.